12 óra 06 perc, 5 perc, 50 másodperc, hogy átadom a szó. Krisztel, a képet szétszer csatát. A képet átadjuk. A hangot is átadjuk, ja igen, átadjuk a hangot. Ja, ezt neked kérdelem. Tehát még egyszer, hogy átadom a szót Kóspál, még egyre nem doktor Kóspál Ágnesnek, hanem doktor Kóspál Ágnesnek, az ELTE, ugye? Nem. Nem. MTA, KTM, CKI ifjú kutatójának. Ja igen. Aki a MacNeil objektum titkairól fog nekünk beszélni. Köszönöm szépen. Hát az előadásom, amiről szólni fog, ez nem egy hagyományos változó csillagász téma, de azért van olyan érdekes, amit az is mutat, hogy milyen sokan részt vettek ebben a munkában, ennek az objektumnak a mérésében. Itt felsoroltam a kollégáim nevét, sokan a Csillagászati Kutatóintézetben, innen Budapestről, de többen Szegedről és Bajáról is részt vettek ebben. Hát az egész történet ezzel a képpel kezdődött, talán többen fel is ismerik, hogy ez mit ábráz, ez az M78, az Orion csillagképben, a Orion csillag keletkezési területnek egy része, és az egész úgy kezdődött, hogy Jay McNeil, amerikai amatőr csillagász, vásárolt magának egy 7,6 cm-es távcsövet, és még 2004. januárjában, és ezt ki akarta próbálni, úgyhogy egyik péntek este kiment a kertjébe, felállította a távcsövet, rászerelt egy CCD kamerát, és készített egy 90 perces felvételt a M78-ról és környékéről. Ez az ábra, ami itt a háttérben látható. És hát ugye a következő héten neki nem volt ideje arra, hogy megnézze ezt a felvételt, de a következő péntek este, 2004. január 30-án megint leült a számítógép elé, megnézte a felvételt, és észrevette, hogy itt a jobb alsó sarokban itt látszik egy kis foltocska, ami az M78-ra és környékéről készült régebbi felvételeken nem volt látható. McNeil nagyon érdekesnek találta ezt a kis foltocskát, és felvette a kapcsolatot egy csillagász ismerősével, aki azt tanácsolta neki, hogy keresse meg Bo Raipurtot a Hawaii Egyetemről, aki a csillagkeletkezés egy elismert szakértője. McNeil írt is neki egy e-mailt, és Raipurt is annyira érdekesnek találta ezt a kis új foltocskát itt, hogy másnap este kiment a Hawaii Egyetem 2,2 méteres távcsövéhez, és sikerült neki is egy felvételt készítenie erről a területről, és ő is látta ezt a ködöt, ezt a foltocskát, úgyhogy rá egy hétre, február 9-én meg Raipurt és McNeil közösen megjelentettek egy elektronikus táviratot, amiben bejelentették ezt a felfedezést. De egy elég nagy felzúdulást keltett a csillagászok körében, ugye mindenki hát először elkezdte átnézni az archívumait, hogy valóban egy új objektumról van-e szó, vagy pedig már régebbi felvételeken is látszik, és egyetlen egy képet, egyetlen egy fényképet sikerült az embereknek előásni, ez a Malász és Kramer Messi album című könyvéből, ez magyarul is megjelent ez a könyv, ebben szerepel egy fénykép a M78-ről, ami 1966-ban készült, és ezen is látszik ez a ködöcske. De ez az egyetlen, szóval ezen kívül hogy bármilyen más felvétel az M78-ról, ez a köd nem látszik. Miről lehet itt szó? Mégis Brissanyóéknek és munkatársainak volt olyan szerencséje, hogy 2003 végén, 2004 elején ők igazából teljesen más célból, de készítettek felvételeket az M78 és környékéről, és ezen ki tudták mérni, hogy 2003-tól 2004 végén gyakorlatilag íben 19 magnitúdóról, kb. 14,5 magnitúdóra fényesedett ez az objektum. És itt látható egy felvételsorozat, hogy igazából októberben még szinte semmi nem látszik, novemberben már kezd egy kis csillagocska itt derengeni, novemberben már sokkal fényesebb, decemberben már szépen látszik a köd is, és hát januárban pedig már egészen fényes. Na most, hát a történet az annak természetesen itt nincs vége. Amint ugye február 9-én megjelent ez az elektronikus távirat a felfedezésről, a világon nagyon sokan, az Egyesült Államoktól Indián keresztül Dél-Afrikáig
mindenki kiszaladt a távcsövéhez, és elkezdtem érni ezt az objektumot, és hát itt nem akármilyen távcsövekről van szó, hiszen a 8 méteres Geminitől a 10 méteres kekig nagyobb infravörös, illetve optikai távcsövekkel is mindenki rávetette magát a témára, és hát 2004 februárjában, márciusában hetente többször jelentek meg az elektronikus táviratok, hogy most ki mivel méri. Közben a csillag az nevet kapott, elnevezték V1647 Orionisnak, a körülötte levő kis ködösséget pedig a felfedezőjéről megnélködnek nevezték. Mi történt közben itthon? Ugye 9-én megjelent a felfedezésről a távirat, február 12-én már mi is kimentünk Piszkéstetőre, és először a Piszkéstető is mit távcsővel készítettünk egy felvételt, amin is szépen láttuk a ködöt, csillagot. Néhány nappal később aztán a Piszkéstetői méteressel is csináltunk, azon is nagyon szépen látszott az új objektum. Illetve megkértünk egy Spanyolországban dolgozó ismerősünket, hogy a Kanári-szigeteki 4 méteres William Herschel távcsővel készítsen nekünk egy felvételt. Ezen egy picit már máshogy néz ki a köd, mert ez nem látható tartományban, hanem infravörös tartományban készült felvétel. Miféle objektum lehet? Amit ugye eddig tudunk róla, 2004. februárja tájékán, hogy kb. 4,5 magnitudot, tehát 60-szorosára fényesedett a csillag, és hát egy fiatal csillag valószínűleg, hiszen az Orion csillag keletkezési területen találták meg. Itt látható egy újabb szép kép róla. Most a csillagászok előtt nem ismeretlen az a jelenség, hogy fiatal csillagok hirtelen akár 100-szorosára is kifényesednek, de ez nagyon-nagyon ritka, tehát tényleg nagyon-nagyon ritkán lehet látni. Ha 50 év alatt egy vagy két ilyen felfedezés van, az már nagy szám. Úgyhogy ez magyarázza, hogy tényleg miért keltett ekkora érdeklődést és felzúdulást. Hogy mi is történik itt, az, hogy mondjak pár szót a csillagkeletkezésről, hogy a csillagok óriás molekula felhőkben a csillagközi anyag összehúzódásával keletkeznek, és hogyha a gravitációs összeomlás kezdetét tekintjük nullpontnak, akkor néhány tízezer év alatt kialakul a felhőmag közepén egy protocsillag, egy csillagkezdemény, és a körülötte levő csillag körüli anyag, az pedig néhány százezer év alatt ellaposodik, létrehoz egy csillag körüli korongot, és a korongról a csillagra áramlik az anyag, így gyűjti össze a csillag a végső tömegét, és közben megindul a csillagnak a csillagszele is, tehát anyagkiáramlás is megindul, ami hasonló a nap, mint a nap esetében a napszél. Tehát ez minden csillagnál van. És ez az a tájék, ahol a fiatal csillagoknál előfordul, hogyha a korongról a csillagra az anyagáramlás nem egyenletes, hanem hirtelen meglódul, akkor a csillag kifényesedik. A csillagászok ezeknek a kifényesedő, kitörő fiatal csillagoknak két típusát különböztetik meg. Az egyik az F Orionis típus, vagy Fuor típus. Ezek a csillagok hosszú időskálájú változásokat mutatnak, tehát néhány hónap vagy néhány év alatt kifényesednek 4-5 magnitúdót az optikaiban, és aztán néhány évtized vagy akár évszázad is beletelik, mire visszaállnak a kitörés előtti fényességre. Másik típus pedig az EX-lupi típus, vagy exorok. Ők pedig szintén 4-5 magnitúdós kitöréseket mutatnak, de ezek rövidebb ideig tartanak, és ezek gyakran ismétlődnek. Valószínű, igen. A kitörésnek az oka, tehát mint az előbb már kezdtem mondani, hogy a csillagot körülveszi egy ilyen csillagköri anyag, korong, ahonnan az anyag áramlik szépen lassan a csillagra, viszont nem az összes anyag éri el a csillag felszínét, hanem az anyag egy része az a csillagtól kb. 1/4 csillagászati egység távolságban felgyülemlik, és amikor itt már nagyon sok anyag összegyűlik, akkor ez instabillá válik, termikus instabilitás miatt ionizálódik, és hirtelen az egész anyag rázúdul a csillagra. A rázúduló anyag persze fölforrosodik, felfényesedik, és ez az, amit kitörésként látunk. Valószínű tehát, hogy a V1647 Ori, illetve a megnélköd kifényesedését is ez okozta. Ugye egészen pontosan mi történt, azt ezen a képen lehet látni, tehát itt van a csillag, és van körülötte egy köd, és ennek a szerkezetét úgy érthetjük meg, hogyha elképzeljük, hogy a csillag még régen, mikor beindult a csillagszél, az anyagkiáramlás, akkor fújt az őt körülvevő sűrű anyagba egy ilyen kúp alakú üreget, és amikor a
korongor alatt csillagra az anyag rázódult és felfényesedett, akkor ez a fény töltötte be ezt az üreget, tehát tulajdonképpen megvilágítja az üreg falát, és ezért van ilyen érdekes alakja ennek a ködnek. Most az érdeklődés nem lankadt 2004 folyamán, sőt 2005-ben sem. A világ, a technika csúcsá lévő műszerekkel, a Chandra űrtávcsővel, vagy a Spitzer űrtávcsővel, illetve tényleg a legnagyobb földi műszerekkel és a legkülönbözőbb hullámhoztartományokban, infravöröstől, szubmilliméteren keresztül, röntgen, rádióban mindenki mérte a csillagot. Ezeknek persze már egy kicsit más volt a célja, szóval nem a fénygörbét akarták követni, hanem a különböző mérésekkel azt próbálták megállapítani, hogy milyennek a fizikai tulajdonságai ennek az objektumnak. És hát gyakorlatilag ebbe a munkába kapcsolódtunk be mi is, három fő hozzájárulásra, amiket most szeretnék elmesélni. Az első, amiről még 2004-ben jelent meg az Astrophysics-ben egy cikkünk, tehát nem sokkal a táviratok megjelenése után. Itt mi azt csináltuk, hogy infravörös adatokat gyűjtöttünk az objektumról, különböző archívumokban, illetve különböző már megjelent cikkekből. Összegyűjtöttük, összeállítottuk a csillagnak a spektrális energiáloszlását, és ebből próbáltunk következtetni a fizikai tulajdonságot. Például kiszámoltuk, hogy a luminozitása a kitörés előtt kb. 6 nap luminozitás volt, a csillag körüli anyag tömege az 5/10, tehát fél nap tömeg, iszonyatos nagy mennyiségű anyag van körülötte, akkora pedig 400 000 év körül, tehát elég fiatalocska. A következő munka az interferometriás méréseink voltak, hát ez persze nem itthon vannak ezek a távcsövek, ezek a chilei VLT 4-8 méteres távcsöve. Az interferometria pedig azt jelenti, hogy a két távcsőnek a jelét összekombináljuk, és akkor ahelyett, hogy igazából 8 méteres távcsőink lennének, a két távcső távolságának mondjuk 50 méternek megfelelő, olyan, mintha egy 50 méteres távcsőünk lenne, és ezzel nagyon nagy felbontású méréseket tudunk kapni. Például ezzel tudtuk vizsgálni a csillag körüli korongnak a legbelső néhány csillagászati egység méretű részét, illetve meg tudtuk állapítani, hogy nincs kísérő csillaga, tehát valószínűleg magányos csillag. Ezt a cikkünket a múlt héten fogadták el, úgyhogy ez hamarosan megjelenik, szintén a Astronomy and Astrophysics-ben. És végül is a harmadik dolog az, hogy hát persze további fotometriai méréseket végzünk Piszkéstetőről, és mivel az Orion ugye téli objektum, hát nyáron nem tudtuk mérni, úgyhogy hát nagy izgalommal mentünk ki tavaly októberben is, hogy vajon ott van-e még a csillag, mennyit halványodott, és ekkor jött a meglepetés, hogy azt tapasztaltuk, mikor kimentünk tavaly októberben, hogy a csillag nagyon-nagyon gyorsan elkezdett halványodni. Ezen teljesen meg voltunk döbbenve, úgyhogy éjszaka mértünk, nappal értékeltük ki az adatokat, és szinte azonnal még onnan Piszkéstetőről novemberben megjelentettünk mi is egy elektronikus telegramot, egy táviratot, hogy ezt tényleg mindenki megtudja a világon, hogy a csillag halványodik. És hát tulajdonképpen erről aztán meg cikket is írtunk, erről megjelent a Tudományos Akadémia honlapján, az MT-nél is, a Origoni sajtóhír. Ez tényleg egy teljesen váratlan esemény volt, ezt senki sem számított rá, hogy ilyen szép lassú halványodás után ez egyszerűen visszaesik a kitörés előtti állapotba. És ami érdekes az, hogy ez itt most egy pont két év hosszú kitörés, ami egy teljesen új dolog, hiszen a két év hosszú kitörés az hosszabb, mint az exorok szokásos időskálája, viszont rövidebb, mint a szokásos fuor kitörések, amik akár több évtizedig is eltartanak. Úgy tűnik tehát, hogy ez az objektum valami köztes állapotban lehet. És hát úgy tűnik, hogy akkor most arra 2006 elejére lezárult ez a kitörés. A történetnek ezzel vége van, de egyelőre ezt muszáj hangsúlyoznom, hiszen ugye tudjuk, hogy a Messier album felvétele alapján a csillag 1966-ban is fényes volt, a köd is fényes volt, kitörésben volt. Tehát várható, hogy 30 év múlva, 40 év múlva, 20 év múlva, nem tudjuk pontosan, de bármikor a csillag újra kitörhet, lehetőséget adva ezzel
nektek, önöknek, amatőröknek, hogy Jane McNeilhez hasonlóan egy ilyen fantasztikus felfedezést tegyetek, úgyhogy azt tudom csak tanácsolni, hogy tartsátok nyitva a szemeteket, nézzétek az eget, fényképezzétek az eget, mert megéri. Köszönöm szépen! Sajtó visszhanghoz hozzá tenném egy megjegyzés kérdést, ugye majd egyszer a Meteorra is olvashat, hogy próbálok is röviden. Nem kell hosszú, persze, mert nyilván idő véges, de kérdés van. Ezzel kapcsolatban. Közben volt esetleg erre lehetett úgy, hogy vannak-e folyamatos felvételek a közbenső időszakból? Hát igazából az két... Nem igazán. Tehát néhány felvétel van, egy, mit tudom, a 70-es évekből, talán valamikor a 80-as évekből, és ezeken a felvételeken nem látszik. De nem igazán, tehát nagyon ritkás. Hát egy két éves kitörés talán nem mulasztotta volna el az emberek figyelmét. De igazából nem tudjuk, tehát túl kevés a mérés. Lehet, hogy nem. Bármi lehet, úgyhogy ez egy tényleg az Orion, persze amúgy is egy érdekes terület, úgyhogy nyitva kell tartani a szemünket. És a legjobbivel hasonlította össze a saját felvételét, mert ha mondjuk a Messier albummal hasonlítja össze, akkor nem történik meg a felfedezés. Hát igazából valószínűleg nem azzal, hanem valószínűleg ő rákeresett az interneten más amatőrök, akik feltették a fényképeiket, vagy megnézte a Palomára, megnézte a Palomar Atlaszon is, tehát a Digital Sky Survey-ben ott sem látszik. Vannak online archívumok, amikbe lehet képeket keresni. És ezeken nem látszott. Köszönjük szépen, akkor még van a kérdés.